Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin részt vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 9 helyre tört be a szekszárdi tolvaj, közel 2 millió forintos kárt okozott az áldozatainak. Igazgatási szünet augusztus 7-e és 11-e között zárva tart a szekszárdi polgármesteri hivatal. Nem merünk napelemet telepítetni, bajban a piac, pedig a fejlesztés néhány év alatt megtérült. Keddi limonádé Tamásiban, különleges programsorozat a helyi könyvtárban. Alig egy hónap alatt 9 ingatlanba tört be és lopott el értékeket a szekszárdi férfi. Az 52 éves tolvaj, aki jelenleg börtönbüntetését tölti, közel 2 millió forintos kárt okozott az áldozatainak. Még májusban tett feljelentést egy szekszárdi férfi, hogy az éjszaka folyamán valaki bemászott a kerítésén, majd a garázsból nagyjából 100 000 forint értékben több elektronikai cikket is ellopott. Kollégák az ügyben széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, mely során képbe került egy Szekszárdon lakó, de különböző lakcímeken hosszabb, rövidebb ideig tartózkodó férfi, aki gyanúsá vált az elkövetéseknél. Az elkövetkező néhány hétben még 8 alkalommal tettek feljelentést vármegye székhelyi sértettek lopások miatt. Volt olyan ingatlan, ahol a melléképületbe ment be ismeretlen tettes, vagy éppen felújítás alatt álló házakba. A tolvaj mindent megtett azért, hogy bejusson egy-egy épületbe, akár lakatokat is levágott, vagy a kerítést rongálta meg a célja érdekében. Alkoholtól kezdve különböző szerszámokon át az elektromos kis gépekig vitte, amit ért. Összesen 9 helyszínre tört be a tettes, aki ezzel közel 2 millió forintos kárt okozott. Végül egy 52 éves Szekszárdon élő férfi vált gyanússá a rendőröknek. A rongálással okozott kár is meghaladja 100 000 forintot. Ezt követően a felmerült információk alapján a nyomozók az egyenruhásokkal együtt több címen tartottak kutatást, ahol különböző bűncselekményekből származó értékeket foglaltak le, így a lopási kár egy értéke megtérült. Ezt követően a férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az 52 éves szekszárdi betörő jelenleg börtönben van. Már több mint 25 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztések valósultak meg a Magyar Falu programban, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár azt mondta, az orvosoknál tapasztalható szakemberhiány miatt szolgálati lakásokkal szeretnék támogatni azok a fiatal, pályakezdő orvosokat is, akik szívesen dolgoznának falvakban, kis településeken. Kiemelte, az elmúlt 3 évben, amióta orvosi szolgálati lakásokat és házakat alakítanak ki a kis településeken, 178 háziorvosi praxisnál sikerült megoldani, hogy ne maradjon orvos nélkül. Ezen felül több mint 2000 egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztést hajtottak végre, köztük rendelőintézetek felújítását, építését, orvosi eszközök cseréjét, vagy orvosi és védőnői szolgálati lakások kialakítását, mondta a kormánybiztos. Augusztus 7-e és 11-e között zárva tart a szekszárdi polgármesteri hivatal. Erről a márciusi közgyűlésen döntött a képviselőtestület. Ez idő alatt a szociális és az anyakönyvi osztály kivételével a megszokott rend szerinti ügyfélfogadás nem lesz. Még márciusban döntött a közgyűlés arról, hogy igazgatási szünetet rendel el a szekszárdi polgármesteri hivatalban augusztus 7-től 11-ig. Ez azt jelenti a zárvatartás, hogy a hivatal majdnem minden részlege zárva tart, 2 kivétellel. A szociális osztály augusztus 9-én, szerdai napon, 8-tól 16 óráig fogadja az ügyfeleket, tehát a szociális kérelmekkel jöhetnek az ügyfelek a megszokott ügyfélfogadási helyen. Illetve az önkormányzat anyakönyvi osztálya lesz nyitva ez idő alatt, kizárólag a kórház munkatársainak és a temetkezési cégek dolgozóinak, hogy a szükséges bejelentéseket rövid határidőn belül meg tudják tenni. Ez 2 nap lesz nyitva a két a kórházi és a temetési dolgozóknak, augusztus 8-án kedden 8-tól 12 óráig, illetve augusztus 10-én csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Tájékoztattam a város lakosságát, hogy az önkormányzat más intézményeit ez az igazgatási szünet nem érinti. Tehát az óvodák, iskolák, vagy a művelődési ház, tehát a többi intézmény működik. Az augusztus 7-től 11-ig tartó igazgatási szünet tehát kizárólag a szekszárdi polgármesteri hivatalra vonatkozik. Az ukrán-magyar határszakaszon 6667-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határon érkezők közül pedig 4852-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság szerdán. A beléptetettek közül a rendőrség 95 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Óriási az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt, a résztvevők száma meghaladta a 28.200-at a tervezett 26-27.000-rel szemben, hangsúlyozta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára szerdán. A kormány az idén 3,5 milliárd forint támogatást biztosít a nyári diák munkaprogramra. Comba Sándor elmondta, a vármegyéknél maradt tartalékforrás terhére bővítették a nyári diák munkaprogram lehetőségét. Az államtitkár ismertette, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a diákmunkaprogramban résztvevők 80%-át az önkormányzatok foglalkoztatják, és fogadtak diákokat mezőgazdasági vállalkozások is, és mintegy 5000-en a turisztika, vendéglátás területén helyezkedtek el. Comba Sándor fontosnak nevezte, hogy a nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti fiatalok munkatapasztalatot szerezzenek, és erre a program 2 hónapja is alkalmas lehetőséget ad. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 év alatti munkavállalóknál a jövedelem SZIA-mentes, így van ez a diák munkát vállalóknál is. Drasztikus mértékben esett vissza a lakossági napelemes rendszerek üzembe helyezése, pedig néhány hónapja a szakemberek még alig bírták kiszolgálni az ügyfeleiket, annyi megrendelésük volt. Az egyik cég vezetője azt mondja, olyan változások történtek a törvényi szabályozásban, amik teljesen elbizonytalanították a családokat, hogy mikor születik megoldás, egyelőre bizonytalan. Új napelemek a szekszárdi Sédnyomda telephelyén. A 30 éve működő vállalkozás nemrégen új gépeket szerzett be, azoknak a meghajtását pedig ezekkel a kollektorokkal biztosítják. Így olcsóbban jutnak áramhoz, mintha normális áron vennék azt, ezzel pedig megerősödött a piaci szerepük. Bár a napelemes rendszerek egyre inkább megfizethetőek, és az elmúlt években a teljesítményük is rohamosan fejlődik, tavaly novemberben a telepítésük mégis megtorpant idehaza. Egy jogszabályváltozás miatt ugyanis a pluszban termelt áramot hamarosan már nem lehet visszatáplálni a közös hálózatra. Ehhez idehaza egyszerűen nincs elég kapacitás. A szakember szerint ez elvette a cégek, és főként a magánszemélyek kedvét. A tavalyi évben még fennmaradó munkák azt így az évelején úgy láttuk, hogy mennek, dolgoztunk velük, telepítettük őket, aztán is szépen elfogytak. A cégek is meghátráltak ebből a dologból, ugye itt a kormányzati kommunikáció keresztül, meg ezzel a csatlakozási stoppal nagyon megfékezték a kedvet, a lakosságnál főként. Tehát a lakossági piac az szinte ilyen 1-2%-ra esett vissza. A kormányzat tervezi a hazai kapacitás növelését, az viszont több ezer milliárd forintba kerülne, amire egyelőre nincs pénz. Decemberig még adnak ki olyan engedélyeket, amelyek lehetővé teszik a pluszban termelt áram visszatáplálását, majd újbóli lehívását, de hogy utána mi következik, az egyelőre teljesen bizonytalan. Mivel ez fizikailag egy elég nagy történet elvégezni, még hogyha az anyagi fedezet is meg is van mögötte, én azt gondolom, hogy ez sok év, amire eléri a hálózat azt a képességet, amire ők szeretnék, hogy bővíthető legyen. A napelemes rendszerek egyébként cégek esetében ideális helyzetben akár 3-4 év alatt is visszahozhatják az árukat, míg a családi házakra telepítetteknek ugyanehhez nagyjából 8-10 esztendőre van szükségük. Egészséges, kiegyensúlyozott étrend mellett nem okozhat problémát az aszpartám nevű édesítőszer jelenléte az élelmiszerekben, üdítőitalokban, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdán. A közlemény szerint az édesítőszer kockázati besorolásának módosítása ugyan nagy viharokat kavart, ám a tudomány jelen állása szerint nincs oka pánikra.
Annak tájékoztatása szerint, mivel a szakértői bizottság az elfogadható napi bevitel értékét a korábbi 40 mg per testtömeg kilogramm szinten tartotta, ezért az élelmiszeripar szereplőinek sem kell változtatniuk a receptúrán. Ha mégis az aszpartám kiváltása mellett döntenek, az csak a fogyasztói hangulat indokolja, tették hozzá. A Dombóvári Szivárvány óvoda több részén folytak a munkálatok a nyár folyamán, melyet az önkormányzat saját forrásból valósított meg, tette közzé Facebook oldalán a városvezetés. A Zrínyi utcában parkolókat alakítottak ki, ezzel is biztonságosabbá téve az óvoda környékén a közlekedést. Ezen felül a belső felújítási festési munkák is befejeződtek, illetve az udvari játszótérre új elemeket telepítettek, melyek biztosítják az óvodás gyermekeknek az önfelett vidám játékot, írták. Különleges programmal készültek a Tamási Könyvtár dolgozói a környéken élő kisgyerekeknek a nyári szünet ideje alatt. Az intézményben ugyanis hétről hétre délelőtti mese matinékat szerveztek, amik során az odaérkező kicsiket és szüleiket egy hűs limonádéval is megvendégelték. Csiribi, csiribá! Na nézzük, melyik maradt akkor az utolsó mese. Ó, egy gyönyörű szép magyar népmesét fogok nektek elmesélni. Az a címe, hogy a só. Érdeklődve figyelték a sóról szóló magyar népmese előadást a tamási gyerekek. A Kicsika helyi könyvtár Keddi Limonádé című rendezvénysorozatának záró eseményére érkeztek szüleikkel, nagyszüleikkel az intézménybe. A résztvevők szerint a nyári szünetben különösen hasznosak az ilyen foglalkozások, amikor a gyerekek néhány órára közösségben lehetnek, és hasznosan tölthetik a szünidőt. A nyáron elég sok időt tudunk a gyerekekkel tölteni otthon, de hát egy idő után az is unalmassá válik, és nagyon jó volt ez a kis program, hogy legalább tudtuk azt, hogy fixen keddenként délelőtt ki tudunk mozdulni, együtt tudunk egy picikét lenni a többiekkel, és míg a mese alatt egy picit lecsendesedtek, lenyugodtak, akkor aztán otthon újra folytatódhatott a játék. A Keddi Limonádé heteken át biztosított délelőtti elfoglaltságot a városban és környékén élő óvodás és kisiskoláskorú gyerekeknek. A programokat szervező szakemberek célja az volt, hogy kötetlen, játékos formában ismertessék meg a magyar népmeséket a kicsikkel. Ezt követően pedig mindenkit egy-egy pohár hűs limonádéval vendégeltek meg. Tudjuk, hogy a mese milyen fontos a gyerekek számára, és egyre kevesebb a mese a gyerekek életében, egyre kevesebb az élő szavas mese. És szerintem azért is van ennek a programnak ilyen sikere, mert hogy az élő szóban hallgatják a gyerekek. Tehát a papírszínházas mese után én mindig még egy mesét szoktam elmondani, és nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon nagy türelemmel és figyelemmel hallgatták. A népmeséket bemutató délelőtti programokat a Tamási Könyvtárban a tervek szerint csak egy rövid ideig kell nélkülözniük a résztvevőknek. Az őszi és a téli szünetben ugyanis újabb foglalkozásokkal készülnek az intézmény munkatársai. Regionális híreink következnek. Zöld utat kaptak a baranyai fejlesztések, előkészíthetik az útépítéseket. Káosz, gyanús ügyek, távozó vezetők, a Pécsi Városháza ügyeiről beszélt a jobboldali frakció. Figyelem az utakon, zajlik az űzek násza, a balesetek nagy része a párzási időszakban történik. Előkészíthetnek két Baranya és Pécs szempontjából fontos útfejlesztést, erről született kormányrendelet, ami most jelent meg a magyar közlönyben. A beruházások növelik a vármegye közlekedési nyitottságát, ami gazdasági előnyt jelent. Az előkészítés még nem jelent tényleges útépítést, azonban segít majd a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzésében. Döntött a kormányzat, hogy mely közlekedési fejlesztések előkészítése folytatódhat. Ezekről megszületett a rendelet, amely érinti Baranyát is, jelentette be kedden a vármegyei önkormányzat elnöke. Az éjszaka magyar közlönyben megjelent kormánydöntés biztosítja a lehetőségét annak, hogy két Baranya és Pécs számára egyaránt fontos közúti fejlesztésnek az előkészítése a nehéz gazdasági helyzettel dacolva is elindulhasson. A fejlesztés érinti a Somogyi és a Baranyai vármegye székhelyek összeköttetését közúton, illetve Pécs és az ipari területek könnyebb megközelíthetőségét.
És az egyik az a Kaposvárt-Szigetvárral összekötő új gyorsforgalmi autót építésének az előkészítése, a másik az pedig egy pécsi, a hatos útról délre tervezett kelet-nyugati irányú részben elkerülő, részben ipari feltárótnak az építése. Ez a két döntés nagyban szolgálja azt, hogy Baranyának a bezártsága csökkenjen, amely a térség gazdasági fejlődésének a legfőbb gátja volt. Ezen változtat most, hogy előkészíthetik ezt a nagy közlekedési fejlesztést, mondta Őri László. Hiszen gondoljuk csak végig, Kaposvárt Szigetvárral össze tudjuk kötni egy gyorsforgalmi úttal, onnan megtörténik majd az M60-as megépítésével, szintén négysávos úton lehet közlekedni tovább Pécsig. Pécsen belül is egy ilyen fontos fejlesztés létrejönne, és ehhez hozzávesszük a Mohácsi új Dunahídnak a megépítését, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy esély van arra, hogy a következő évtizedben Baranyának tudunk adni közösen egy új lendületet. Fontos hangsúlyozni, hogy a döntés a fejlesztés előkészítésére vonatkozik. Ez azonban azt eredményezi, hogy ha már lesz forrás az útépítésre, nem kell például a környezeti hatástanulmányt elvégezni, ami önmagában másfél-két évet is igénybe vehet, magyarázta a politikus. Mint ismert, az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a kormány 270 nagy közúti fejlesztési projektet függesztett fel a háború okozta gazdasági nehézségek miatt. Ezekből most 24 esetében biztosít forrást az előkészítésre. Ezek között van a két baranyai útfejlesztés is. Péterfi Attila elveszítette az irányítást a Káosz brigádja felett, havonta hagyják faképnél Pécs baloldali polgármesterét az alvezérei. Erről ír közleményében a pécsi Fidesz frakció annak kapcsán, hogy hétfőn bejelentette távozását a város vagyonhasznosító cégének vezetője. A jobboldali frakció vezető szerint további vezetők hagyhatják el az önkormányzati cégeket, intézményeket. Egyre nagyobb a káosz és a probléma a pécsi polgármester körül, mondta a stábunknak a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter arra reagált, hogy hétfőn bejelentette távozását a pécsi vagyonhasznosító éléről, Szabó Szilárd. Látjuk, hogy most már abszolút nem tud rendet tartani, és nem tudnak sort sem tartani. Gyakorlatilag havonta jelenti be egy cégvezető, intézményvezető vagy polgármesteri tanácsadó, hogy ott hagyja a csapatot, és nem kíván tovább együtt dolgozni a Péterfi Attilával. Nyilvánvalóan ugye ismerve itt az elmúlt hónapok fejleményeit, ugye egyrészt azt, hogy gyakorlatilag Péterfi Attiláék 16 milliárd forinttal egy egész generációt adósítottak el 25 évre előre. Ez nyilván olyan megszorításokat vetít előre, ezt valamiből vissza kell fizetni. Ez pedig a városi cégektől elvont pénzekből lehet, ami jelenti azt is, hogy a fejlesztésekre sem jut majd. Így hozzák vállalhatatlan rossz helyzetbe az önkormányzati cégek vezetőit. A másik ok, hogy miért van káosz a pécsi városházán, az a politikai túlélés és az ehhez szükséges szövetség megkötése, mondja a frakció vezető. A polgármesternek a túléléséhez megállapodást kell kötnie Gyurcsány Ferenccel, aki a bal oldalon osztja a lapokat. Nyilvánvalóan ezt Gyurcsány Ferenc is pontosan tudja, és van annyira rutinos és dörzsölt figura, hogy egész biztosan egy számára előnyös, de a pécsiek számára egy előnytelen kompromisszumot fog rákényszeríteni Péterfi Attilára, amennyiben azt szeretné, hogy a DK logója ott legyen majd mögötte a jövő évi választásokon. A kialakult helyzetet láthatóan nem viselik jól Péterfi emberei, mondja a politikus. Ráadásul sűrűsödnek a baloldali városvezetés körül a korrupciógyanús ingatlan bizniszek. Ezekben a mutyikban pedig már az ügyészek is nyomoznak az önkormányzatnál. A baloldali városvezetés körül egy káosz bontakozik ki, Pécs sodródik, kilátástalan helyzetbe került, ehhez már gyakorlatilag a vezetők sem akarnak asszisztálni, ezért adják vissza a mandátumukat a polgármesternek, másrészt pedig előrevetíti azt, hogy ebben a helyzetben a háttérben megjelenik Gyurcsány Ferenc, aki ha jön, és Péterfi ha marad, akkor Gyurcsány Ferenc jön, akkor annak biztosan pécsiek fogják meginni a levét. A frakcióvezető szerint további cég és intézményvezetők távozása várható az önkormányzaton. Mint ismert, a vagyonhasznosító vezérigazgatóján kívül nemrég távozott a Tükebusz vezetője is, de az innovációs és ifjúságügyi polgármesteri tanácsadó sem dolgozik már az önkormányzaton.
Javában tart az Őzek násza, mely július közepén kezdődött és körülbelül augusztus közepéig tart. Az üzekedő állatok ilyenkor minden megfontolás, félelemérzés nélkül kifuthatnak az utakra, és könnyen vadbalesetet okozhatnak. Az állatok és magunk testi épsége érdekében a fokozott körültekintés, a lassabb haladás mindenképpen segíthet elkerülni nem csak a tragédiát, hanem a bírságot is. Zajlik az őzek üzekedése, hétköznapi nyelven a párzásuk. A nász idején az egyébként szelíd és óvatos vadak veszélyezete jelentősen lecsökken, ösztöneik felülírják félelmeiket. Jellemző az ebben az időszakban az, hogy a suták területére mennek a bakok, tehát egy bak, általában egy őzbak, az több sutát is szakszóval élve beborít, azt mondjuk, tehát fedez, ha úgy tetszik, tehát borítja a sutáját a bak. Ezáltal a bak állandó mozgásban van. Ez az egyik gond, hogy folyamatosan keresi az újabb és újabb nőnemű egyedeket, a sutákat. Űzik, hajtják nem csak a sutákat, hanem egymás között is verekednek. Ebben az időszakban a kiszámíthatatlan irányban szaladgáló vadak bármikor keresztezhetik az autóval közlekedők útját. Ennek következtében a vadbalesetek száma megnő, mondja Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Sajnos egyre több az ütközés az utakon, kiszaladnak az utak, nem figyelnek, és hangsúlyoznám, hogy ez ne, úgy, mint egyébként máskor, hogy nem csak a hajnali órákban vagy az esti szürkületben jön elő, hanem napközben is nagyon, nagyon sokat mozognak, és intenzív mozgás van napközben is, tehát főképp ez a délelőtt 9 és dél körüli, délig mondjuk 11 óráig nagyon intenzíven mozog az őz, és ezért aztán napközben is előfordulhatnak ezek a problémák. A törvény értelmében vad és gépjármű ütközése a veszélyes üzemek kategóriájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az autós az autóban, a vadászatra jogosult pedig a vadban okozott kárt viseli, ami sok esetben nem kis összeg. Éppen ezért a kihelyezett vadveszélyt jelző táblákat nagyon komolyan kell venni, hangsúlyozta a vadász. Felróhatóságok vannak. Az autósoknak az a gyorshajtás, ittas vezetés, stb., amit a kressz előír, hogyha esetleg ilyesmi van. Vadásztárságnak is van felróhatósága, például, hogyha úgy hajtják ki az útra a vadat, tehát nem szabad kihajtani az útra a vadat, ez mindenképpen, vagy 200 méteres körzetben etető van, és az etető oda csalja az út közelében a vadásztársak a vadat. De nyilván a vadászok azt tudják, hogy ismerik ezt a törvényt, éppen ezért azon, hogy 200 méteres körzetben általában etető nincs, hát ebben az időszakban úgymond hajtás, vagy hajtóvadászat nincs. Ezekben a hetekben nagy esély van arra, hogy tömegesen, váratlanul az utakra kifussanak ezek az ártatlannak tűnő kedves vadak. Az őzek násza július közepétől augusztus közepéig tart. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 9 helyre tört be a szekszárdi tolvaj, közel 2 millió forintos kárt okozott az áldozatainak. Igazgatási szünet augusztus 7-e és 11-e között zárva tart a szekszárdi polgármesteri hivatal. Nem merünk napelemet telepítetni, bajban a piac, pedig a fejlesztés néhány év alatt megtérült. Keddi limonádé Tamásiban, különleges programsorozat a helyi könyvtárban. Csütörtökön is többségében napos délután gomoly felhősebb idő lesz, majd szorványosan összességében kevés helyet érintően, de a késő délutáni esti és az éjszakai órákban is záporok, mérsékelt zivatargócok is kialakulhatnak. Délkeleten kifejezetten füllett hőségre kell készülni, míg nyugaton inkább 23-26 fok a valószínű. Ugyancsak a nyugati országrészben várható délután este felélénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért északi szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!